Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! Mint a címből is láthattátok, ebben a videóban itt vagyok a rókás téma második részével, amiben három nemzetségről lesz szó. A szürke róka nemzetség első fajtája a szürke róka, ami a kanadai Ontáriótól az amerikai Egyesült Államokon át egészen Venezueláig elterjedt. Testhossza 52-73 cm, súlya pedig 2,5-7 kg. A bundája nagyrészt ezüst szürke, viszont megtalálhatóak benne a vörös, a fehér és a fekete színek is kisebb mennyiségben. A szürke róka képes felmászni a fára, ebben van segítségére a lába, a karma, valamint a farka is. Általában éjjel aktív, és nagyrészt növényi táplálékkal, valamint rágcsálókkal, és néha madarakkal táplálkozik. A párzási időszak január-február között van, ezután pedig a vemhesség 60-63 napig tart, és 2 hét kölyök jön a világra. 6 hetes korukig táplálkoznak anyatejjel, és 5 hónapos korukig az anyjuk és az apjuk is gondoskodik róla, ezután pedig a család szétbomlik. A második a szigeti szürke róka, ami súlyosan veszélyeztetett rókafajnak számít, csupán a Kaliforniához tartozó csatorna szigetek 6 szigetén, a San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz, San Nicolás, Santa Catalina és San Clemente szigeteken található meg a prériken. A testhossza 48-50 cm, a hímek súlya átlagosan 2 kg, a nőstényeké 1,8-1,9 kg, monogám kapcsolatban élnek, a vemhesség ideje 50-63 nap, és ezután az alom mérete 1-5 kölyök. A második nemzetség a lapátfülű róka, aminek egyetlen fajtája a lapátfülű róka, más néven lapátfülű kutya, vagy kanálfülű kutya, Szudántól Tanzániáig, valamint Dél-Afrikában fordul elő. Testhossza 50-60 cm, súlya 3-5 kg, a pofája kontrasztban áll a fülével, előbbi rövid és hegyes, utóbbi pedig hatalmas és ovális. A szőre emellett pedig szürkés-sárga színű. Éjjel keresi a táplálékát, amit termeszekből, rovalokból, sáskákból, kisemlősökből, hüllőkből, tojásokból és gyümölcsökből áll. A nőstény körülbelül 70 napnyi vemhesség után 3-5 kölyköt hoz a világra. A Nyetereutes nemzetség fajtája a nyestkutya, aminek eredeti otthona Szibéria, Mandzsúria és Japán, viszont elkezdett nyugat felé is terjedni, így ma már Európában is megtalálható. Testhossza 55-65 cm, tömege pedig 4-6 kg, szőre hosszú és bozontos, színe barnásszürke, a lába és a feje a szájától a füléig sötétkék. Érdekessége, hogy a kutyafélékre nem jellemzően téli álmot alszik. A vemhesség elég változó, az időjárástól, valamint a földrajzi szélességtől függően 43-65 nap lehet, és ezután általában 6-7 kölyök születik. A nyestkutya után az utolsó a tanuki lenne, amit először különálló fajtaként találtam meg, viszont miután jobban elkezdtem kutatni, utána kiderült, hogy ez a nyestkutyának csak az egyik alfaja, így erről most nem fogok külön beszélni. Ezzel szemben viszont van még egy dolog. Azt még nem említettem egyik rókánál sem, hogy vannak olyan fajták, amiket szándékosan tenyésztenek a prémiért, például a vörös rókának az egyik színváltozatát, az ezüst rókát, valamint vadásszák is őket emiatt. Másrészt pedig az apró vadállomány, valamint a házi baromfék pusztítása miatt, és még a betegségek miatt is. És azt már említettem az előző videóban, hogy nekem vannak már tapasztalataim rókákkal, és az egyik konkrétan a betegségekhez kapcsolódik, méghozzá a veszettséghez. Még alapiskolába jártam, és amikor egyik reggel ment ki, akkor a kerítésünk előtt elment egy róka, ami nem volt egészséges, hanem veszett volt, és mire délután jöttem haza, akkor tudtam meg azt, hogy a nagynénéméknél is járt, és ők ki is hívták a vadászt, hogy lelőjék a rókát, viszont az egyik kutyájuk át tudta valahol ugrani a kerítést, és elkapta a rókát, az viszont
megharapta őt, és emiatt végül, mire a vadász kiért hozzájuk, a kutyát kellett lelőni. És hogy értsétek, hogy erre miért volt szükség, röviden bemutatnám a veszettséget. Ez egy vírus okozta fertőző betegség, ami az emlősöknél agy- és gerincvelő gyulladást okoz. Leggyakrabban a veszett állat harapás útján a nyálával fertőzi meg az áldozatot. Az állatoknál ez halállal végződik, valamint egy-két kivétellel a veszettség ellen be nem oltott emberek is belehalnak. Bár csak néhány rövid mondatban mondtam el, hogy mi is ez a veszettség, még lehetne róla beszélni, viszont most már van egy elképzelésetek arról, hogy ez miért is nem játék, és például, ha az egyik állat ezzel fertőzött, akkor hogy úgy mondjam, miért kell minél hamarabb kivonni őt a forgalomból. Azzal viszont már nem értek egyet, hogy valahol egyes fajokat a prémiért tenyésztenek a mai napig. A rókákról igazság szerint még nagyon sokat lehetne beszélni, viszont most ebben a két részben én csak ennyit szerettem volna elmondani róluk. És így a végére engem nagyon érdekelne, hogy ti mit gondoltok a rókákról, találkoztatok-e már vele élőben? A válaszaitokat nyugodtan írjátok le a komment szekcióba. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, valamint azt is, hogyha feliratkoztok a csatornámra, és ha tetszett a videó, akkor nyomtok egy lájkot, ha nem tetszett a videó, akkor is nyomtok egy lájkot, mert lájkolni jó! A következő videóban találkozunk. Sziasztok! Blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, oh.